A gyerekek által írt buzdító szöveget is felhasználva gyakoroltak az Eszterházi Csír tábor résztvevői. Ezt az összetartást idén első alkalommal szervezte meg az Eszterházi Károly Egyetem Pompom csapata, azért, hogy népszerűsítsék a sportágat, illetve megtanítsák a cheerleading alapjait a fiatalabb, általános és középiskolás korosztálynak. Sokan nem tudják, de ez nem egyszerűen csak szurkolás, hanem sport is. Amerikából terjedt el világszerte. A cheerleading összes alapját szinte megtanulják, itt a táncos és az emeléses akrobatikákról is lehet beszélni. A háttérben is látszik, jelenleg egy táncos mozdulatot tanulnak, de az emeléseket is ugyanúgy tanítjuk a kicsiknek is, és a nagyoknak is nyilván fokozatosan a nehézségi szinteket. A táborba idén 14 általános és középiskolás diák jelentkezett, akik folyamatosan gyakorolták a koreográfiákat. Az edzések legnépszerűbb gyakorlata az emelés volt. Nagyon jó felemel. Én vagyok felül, de nagyon jó, hogy felemelnek. Meg spárgába is nagyon jó érzése, hogy felemelnek. A gyerekek között voltak, akik azért jelentkeztek a táborba, hogy újat tanuljanak, és kipróbálják magukat ebben a különleges sportágban. A szervezők elmondták, a jövőben is szeretnének ilyen foglalkozásokat tartani, nem csak nyáron, hanem évközben is.